Sziasztok, üdv mindenkinek! Én Robi vagyok, ez pedig egy Motorola blog videó. Az előző videóban kicsomagoltuk és összeraktuk a Motorola TLK100i POC adóvevőt, most pedig elindítom és elmondanám nektek a főbb tulajdonságait a készüléknek. A készülék egy POC hálózati adóvevő, a Motorola készülékei közül a 100i típusú kézirádió. Mint látjátok, rejtett kijelzője van a rádiónak. Ez egyben nagyon hasznos is, és biztonságos a rádiónak az esetlegesen sérüléseit tekintve. Ipari készülékről van szó, IP védelemmel ellátott, por és párvállaló rádió, tehát nehezebb körülmények között is nyugodtan lehet használni. Egy vékony, kivitelű készülék, könnyen megfogható, jó kézre áll, és nagyon-nagyon könnyű. A készülék kommunikációja az egész Európában elérhető hálózattal 3G-n, 4G-n keresztül történik, plusz Wi-Fi képes is a rádió. Továbbá van benne GPS funkció, ez azt jelenti, hogy a dispatcher vagy a Motorola Wave PTX applikáción azokat a rádiókat, amik egy csoportban vannak, ezeket lehet nyomon követni. De nézzük meg, hogy pontosan milyen funkciókezelő szervek vannak magán a készüléken. Ugye, mint látszik itt az antenna, mellette a csatornaváltó gombunk van, most jelen pillanatban bekapcsolás után pedig egy automatikus rendszerellenőrzés, és most, ha jól látom, akkor egy szoftver frissítés történik. Ez teljesen automatikusan végzi el a készülék, a felhasználónak ehhez nem is kell hozzányúlnia. A csatornaváltó gombok mellett ugye ott a bekapcsoló gomb és egy státuszjelző ledünk. A készülék bal oldalán szemből nézve van a nagyméretű PTT gombunk, tehát akár kesztyűben is könnyen megnyomható. Alatta van hangerőszabályzónk, és alatta egy programozható gombunk, ami több funkcióra programozható. Ezt az adminisztrációs felületről lehet elérni. A rádiónak a jobb oldalán a vezetékes headsethez való csatlakozáshoz való nyílásunk van, ami egy ilyen porvédővel van ellátva, és a töltő. Töltő alapesetben nem jár a dobozban a készülékhez, de micro USB-ről tudjuk tölteni, vagy pedig egy dokkoló segítségével, ami külön opció, egy beállítós töltővel is tudjuk tölteni a rádiót. A készülék, amint elindult, most egy ilyen frissítési menüt láthattunk. Szerintem csinálunk egy újraindítást majd, és akkor a menüt is be fogom tudni nektek mutatni, de ez egy érdekesség volt, hogy most pont elkaptunk egy ilyet, hogy a készülék frissíti a belső szoftverét. Magának a rádiónak a programozása egy webes felületről érhető el, amihez természetesen adminisztrációs jog kell, tehát hogyha valaki megvesz egy ilyen készüléket, el is indult a rádiónk. Mint látjátok, kiírja a csatorna nevet és a csatorna számot a rejtett kijelzőre. Tehát, hogy mi gyorsan a mondatot befejezzem, tehát az adminisztrációs felületről tudjuk magát a készüléket programozni nagyon egyszerűen. Készülék feljelentkezik a hálózatra, az adminisztrátor látja, és a webes felületen minden funkcióját tudja állítani. Mi az, amit mi a készüléken tudunk programozni és állítani? Menügomb benyomásával látjuk az akkumulátor töltöttségünket, és ez be is mondja a készülék. Látjuk a térerőt, és hogy milyen mobil szignálunk van. Látjuk, hogy kapcsolódunk-e Wi-Fi hálózathoz, és az milyen minőségű. Be van-e kapcsolva a GPS lokáció, és a report küldés működik-e? Van-e a közelben felprogramozott Bluetooth eszköz, legyen az headset vagy mic, amit a készülékhez lehet külön megvásárolni? Itt az előre felprogramozott eszközökből tudunk választani is, és ezeket kiválasztva tudjuk kimondottan rá aktiváltatni a készüléket. Ezt is az adminisztrációs felületről tudjuk megoldani. Csatornaváltás. Channel 3. Channel 1. Channel 2. Channel 3. Igazából ennyi maga a csatorna váltásunk, ha pedig beszélni szeretnénk, és be van kapcsolva a többi rádió vagy applikáció, esetleg dispatcher,
akkor PTT gomb megnyomásával tudnánk beszélni. Mivel nincs másik készülék bekapcsolva, ezért a rádió jelzi, hogy ő egyedül van a csoportban, és igazából nem tud mással kommunikálni. Hangerőállítás. Maga a készülék alapesetben 50%-os hangerőn van minden bekapcsoláskor, maximális hangerőre nekünk kell beállítanunk, ez egy nagyon jó dolog, mert nem fog üvölteni egyből a bekapcsolás után a készülék, viszont nagyon szép hangereje van, és nagyon jól hallatszódik zajos körülmények között is. Magáról a rádióról ennyit, és a következőben majd még lesz egy kis audioteszt és egyéb bemutató. Én voltam egy Robi, Motorola blog, ez pedig a Motorola Wave TLK 100i POC adóvevő. Sziasztok! Ha tetszett a videós tartalom, kérlek nyomj egy lájkot, esetleg támogass egy megosztással, elérsz a Facebookon is, és hogyha a rádiót, kiegészítőt szeretnél, vagy egyéb hasonló terméket, kérj nyugodtan segítséget, támogatást a pmlradio.hu-n. Üdv neked, egy Robi, sziasztok!